kerületben volt egy lomtalanítás, és a lomtalanításkor én találtam gyerekként egy 16 mm-es keskeny filmszalagot. Hosszúnak tűnt, azt gondoltam, hogy abból tök jó filmet lehet majd vetíteni, és hogy hát milyen jó lenne, hogyha ehhez lenne egy vetítőgép, és akkor azt gondoltam, hogy ezt csinálok egy mozgó filmvetítő készüléket. Amikor meglett az első mozigépész fizetésem, akkor abból egy szintén 16-os, de már telepített nagy vetítőgépet vásároltam, és akkor indult el ez a gyűjtő szenvedély. Talán még azt lehet mondani, hogy jókor, mert abban az időszakban kezdődtek el a plázák, és ugye a pláza az nagyon megölte a hagyományos vetítést. Most már sehol nincsen celluloid vetítés, tehát hogy 2012. január 1-ével megszűnt a filmszalag, mint hordozóanyag. Volt egy próbálkozás például a Ben moziba, ahol megint csak én lettem a vetítőgépész, de hogy egy próbálkozás volt is, az sem vetít már sajnos filmszalagról, tehát hogy nincs jelenleg az országban olyan mozi, ami filmről vetít. És sokszor attól is jobb a 35-ös, hogy abban van hiba. Tehát hogy kell azért az a szemcsézettség, kell a egy-egy karc, egy-egy váltáshiba, ami nyilván lehet, hogy csak nekünk tűnik föl, de hogy mégis emberibbé teszi, és melegebbé teszi ezt az egész vetítést. Csomó olyan nyuansznyi dolog hiányzik a mai moziból, ami, hogyha meglenne, akkor sokkal jobb minőséget adna. És ezt a laikus ember sem biztos, hogy tudja, hogy valami hiányzik, csak nem tudja, hogy mi, és ez a sok-sok-sok kis komponens, ha úgy össze lehetne gyúrni egy masszába, és azt mondani, na ez a mozi, na ilyennel sehol nem találkozol. Valaki bejelentkezik, azt mondja, hogy ő most ezt szeretné megnézni, szeretne egyfajta időutazáson részt venni, megtanulni mondjuk filmet befűzni, filmet tekercselni, hogyan kell egy filmet összeragasztani, hogyan kell egyik gépről a másikra váltani, hogyan kell jegyet tépni. Hát ezek mind olyan dolgok, amik része voltak a régi mozinak is, hogy én ezt egyébként szívesen bemutatom. Mai napig van egy olyan jogszabály, hogy magánszemélynél 16-os, 35-ös film nem lehet, és hogy ez bűncselekménynek számít a mai napig. Ne kérdezd, hogy miért, de bűncselekmény. Ha is, ne látod a világ.